A bajnokság előtt a második, ötödik hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célként a Máté Szalkai Egyesület vezetői. A szezon felénél, amikor 10 győzelemmel és egy vereséggel az élen állt a csapat, módosultak a tervek, akkor már a dobogót vette célba az MMTK. A bajnokság második felében is nagyszerűen menetelt a gárda, az üldöző füzesabony és hajdúböszörmény elleni rangadót is egy góllal nyerte a listavezető, utóbbi siker egyben a bajnokavatást is jelentette Vakarcs Krisztina együttese számára. A hátralévő három idegenbeli meccsen még becsúszott egy vereség, de a Máté Szalka így is 6 pontos előnnyel végzett az élen az NB2 északkeleti csoportjában. Úgy nyertük meg ezt a bajnokságot, méltán mondhatom, hogy a bajnokság befejezés előtt 3 fordulóval az utolsó hazai bajnoki mérkőzésünkön, mivel 3 forduló még idegenben zajlott, már bebiztosítottuk az első helyet. Ami szurkolóknak, utánpótlásban dolgozóknak, utánpótlásban tevékenykedő gyerekeknek, és természetesen a város apraja nagyjának, akik a sportot szereti és kedveli, és főleg a kézilabdát, azoknak mindenkinek egy nagy élmény, hogy újra bajnok csapatot avathatunk itt Máté Szalkán. A szezon közben játékosként visszatérő edző Vakarcs Krisztina 16 meccsen 82 góllal segítette a bajnoki címhez csapatát. Természetesen elégedett vagyok, hisz az első helyen végeztünk. Én azt gondolom, hogy 22 mérkőzésből 20-at megnyerni és 2 vereséggel a hátunk mögött zárni, szerintem egy nagyon jó eredmény. A bajnoki cím után az egyesület vezetői érthetően azt szeretnék, ha együtt maradna a sikercsapat. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a csapat edzőstől játékos állományba szereplő jelenlegi játékosokkal együtt a jövőben együtt maradna itt Máté Szalkán, és így együtt tovább építhetnénk azt a rendszert, amit az utánpótlás nevelés révén a Máté Szalkai gyerekek, Máté Szalkai diákok bevonásával felnőtt csapatépítés ez eddig is felhasználtunk, és át tudjuk hidalni azokat a nehézségeket, ami a felnőtt csapatnál egy-egy mondjuk nem Máté Szalkai születésű vagy kötődésű sportolónak a itt tartásával, illetve az itteni játék intelligenciájával, ami hasznosan segítheti egy csapat kohézió kialakítását, ebben előre tudunk lépni évről évre. A Máté Szalkai MTK 2-3 játékossal még szeretné megerősíteni keretét. Jelenállás szerint az MMTK a bajnoki cím ellenére sem vált osztályt, ősztől ismét az NB2-ben szerepel majd a csapat.